Bakta Lóránd házáról indult útjára a rendőrségi helikopter az elmúlt hét elején. A légijármű hétfőn, kedden és szerdán is körözött Szabolcs-Szatmár-Bereg légterében, segítve ezzel a vármegyei rendőrfőkapitányság fokozott ellenőrző akcióját. Szinte minden arra közlekedőt kivettek a forgalomból Bakta Lóránd háza határában a razzia második napján. A vármegyei rendőrség, a készenléti rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal összehangolt ellenőrzés sorozatában naponta csak nem 100 fő vett részt, a minél nagyobb hatékonyság érdekében pedig helikoptert, drónt és kutyás egységeket is bevetettek. Számunkra a legfontosabb, én úgy gondolom, a lakosság szubjektív biztonsági érzete. Tehát a legfontosabb, lássák azt, hogyha szükséges, a rendőrség nagyobb létszámmal is végre tud hajtani feladatokat, meg tud jelenni, különböző bűncselekmények megelőzése, akár felderítése, illetve elkövetők elfogása érdekében, körözött személyek felkutatása az egyik nagyon fontos feladatunk, azok már reggeli órákban végrehajtásra kerültek, illetve a szabálysértés közlekedési feladatok egy teljesen összehangolt eredményt próbálunk most produkálni a 3 nap alatt. Az akcióban legfőképp a közlekedés és közbiztonság rendjére, valamint a határeseményekre összpontosítottak. A rendőrök a 3 nap során összesen több mint 2200 alkalommal intézkedtek, a jogsértések megállapítása mellett pedig számos körözött szemét is sikerült kézre keríteni. 1072 gépjárművezetővel szemben került sor ellenőrzésre, az összintézkedések számát tekintve 362 esetben találtak fel jogsértést a kollégáim, ebben a jogsértésekben 192 fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, 46 esetben szabálysértési feljelentéssel éltek, illetve 7 esetben büntetőeljárás kezdeményezésére került sor a személyek által elkövetett gyógyítás, járművezetés, eltiltás hatálya alatti vezetése, illetve hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt, bűncselekmények elkövetése miatt adott helyzetben. Közigazgatási bírságok kiszabására is került sor, ami lényeges még, hogy 26 fő került elfogásra 3 nap alatt, illetve 12 fővel szemben előállítás alkalmaztak, mint kényszerintézkedést a kollégáim. A körözött személyek közül ráadásul, látva a fokozott rendőri jelenlétet, többen megpróbáltak elrejtőzni, szökésüket azonban éppen a helikopteres jelenlét akadályozta meg.